képviselő úrnak az indítványa, gyalogátkelőhely kialakítása a Búzavirág utcában. Kérném szépen akkor, hogy az indítvány kiegészítésére megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Mielőtt elkezdeném a napirendi pontot, én csak nem akartam ügyrendit nyomni az előbb, de arra szeretnék kérni, tudom, már fáradtak vagyunk, és néha elkalandozik a figyelem, de legyünk egy kicsit figyelmesek, mert nem fogunk soha hazaérni egyébként, és a család otthon vár. Én jól érzem magam itt egyébként önök között, csak a család az nagyon vár haza, úgyhogy legyünk egymásra tekintettel, és haladjunk. Jó, ezzel be is fejeztem ezt a rövid kis kitérőt, és rögtön a Búzavirág utcai problémára szeretnék kitérni. Lakossági megkeresés érkezett felénk, a Mi Hazánk Mozgalom helyi szervezete felé, hogy a Búzavirág úti, a Babér utca és a Búzavirág út találkozásánál lévő két buszmegálló között nincsen védett gyalogátkelő hely, és amint tudjuk, a Búzavirág utca, én azt gondolom, hogy a reggeli és délutáni órákban megint csak Tatabány egyik legforgalmasabb útszakasza, majdnem, hogy születni kell az egyik oldalra, hogy ott legyünk, és tényleg rettenetesen nehéz átjutni rajta, és képzeljük ezt úgy, hogy gyerekként iskolába menet, reggel és hazafelé menet délután zebra és mindenféle védett átkelőhely nélkül kell abszolválni a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogos kérés, sőt az igazi kérdés ebben nem az, hogy ezt meg kellett csinálni, hanem hogy eddig miért nem volt ott egy gyalogátkelő hely. Tehát, hogy nekem ez a valós kérdés. Az, hogy ezt meg kell tenni, azt gondolom, hogy egyértelmű. A körzeti képviselőtársammal egyeztettem, és közben a jegyző úrtól is információkat kapva a kiegészítő határozati javaslatot tettem. Természetesen az eredeti helyett teszem ezt, mivel hogy kiderült, hogy vannak már engedélyes tervei a gyalogátkelő helynek. Én azt kérném, hogy a lehető leggyorsabban mindenképpen a közlekedés biztonsági szempontokat szem előtt tartva kezdjük el a kivitelezést, és ha erre bármilyen forrás kereszt a 2024-es költségvetésben biztosítsuk a nagyobb beruházási részekre. Én azt gondolom, hogy mind az aszfaltfestés, vagy mind a táblák kihelyezése elkezdődhet már akkor a megfelelő helyekre. Lehet, hogy nem lesz teljesen szabályos, hogy a gyalogátkelő hely, de csak egy picivel nagyobb esélyt adunk arra, hogy a gyerekek biztonságban jussanak át az úttesten, akkor már tettünk valamit a biztonság érdekében. Ha kérdés van, természetesen próbálok rá válaszolni, és kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm. A bizottsági vélemények ismertetésére van lehetőség. Fejtei Miklós Köszönöm szépen a szót. A Városfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Mi is úgy gondoljuk, meg jó magam is, hogy oda mindenképpen kell egy gyalogos átkelőhely, és én is azt gondolom, hogy ezek a tervek már megvannak, akkor már a kivitelezésnek szerintem meg kellett volna indulnia. Elég furcsa dolog, hogy pláne csúcsóra forgalom egy ilyen nagy forgalmi úton két egymással szemben lévő busz megálló megközelítése nincs biztosítva, úgyhogy ez egy hiánypótló beruházás lesz, ami szerintem a gyalogosok védelmét azért jelentősen fogja növelni. Bízom benne, hogy ezt a gépjárművel közlekedők is be fogják tartani, hogy ott van egy gyalogátkelő. Köszönöm szépen. Az Ifjúsági Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította a Közbiztonsági Rendészet és Informatikai Bizottság elfogadásra javasolja. Kérdéseket lehet feltenni az előterjesztéssel kapcsolatban. Amennyiben nincsenek kérdések, hozzászólások következhetnek. Pataki Zoltánné képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. Lámlám, itt érjük tetten azt, hogy amikor már egy másik képviselő is észreveszi azokat a problémákat, azokat a bajokat, hogy közgyűlési határozatok nem tudnak megvalósulni. Nos, a Panoráma lakópark nem csak a zebra vagy a gyalogátkelőhely kérdése nem most indult. Ugye három ütemben csináltuk meg a közvilágítást, itt is a kivezető utcán, ez a Babér utcán. Majd az volt a terv a következő évekre, hogy megcsináljuk ott a járdát, és a gyalogátkelő helyet is következő ütemben. Ugye első két évben talán nem nagyon voltak beruházások, most pontosan az évekre nem emlékszem, minden egyes költségvetésnél bejavasoltam. Pontosan ezért tudott megszületni a terv, majd ugye múlt évben nem indult el ez időben, nem is lett volna kivitelezhető már, ezért át kellett csoportosítani. Ugyanígy jártam most egy beruházással, a Vitális 12-14 költségvetési soron volt a közvilágítás megtervezése, a mai napig nem indult meg a beszerzése. Tehát most is így jártam, hogy egy beruházás költségvetési soromban nem indult el. Van egy havária helyzetünk, szintén a Panoráma lakóparkba, most oda átraktuk a pénzt, hogy ott maradjon a körzetbe a pénz. Úgyhogy én nagyon örülök ennek az előterjesztésnek, a mostani költségvetési javaslataim között is benne van. Borsos Márton irodavezető úrral voltunk kint a helyszínen, ugye bejáráson, mutattam neki akkor is, talán akkor, amikor átvettük a Petőfi utca, Szent György utcai parkolókat, tehát ő is tud róla, és írásban le is írtam, ott van. Úgyhogy én is nagyon-nagyon kérem a tisztelt közgyűlést, elvileg a költségvetésünkben ismét tudunk rá forrást biztosítani, de ami lényeg, hogy ez valósuljon is meg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hozzászólásba Szernai István aljegyzőnek szeretném megadni a szót. Tisztelt közgyűlés, köszönöm szépen a szót. Amikor Boda Bánk képviselő úr beadta először és elolvastam, akkor azért arra az egyre büszke voltam, én is oldjam egy picit a feszültséget, hogy az első határozati javaslat, amit egyből teljesíteni tudunk a megadott határidőre, mert ugye a tervek rendelkezésre álltak. Való igaz, tehát ugye elkészültek már erre a szakaszra az engedélyes és kiviteli tervek, tehát megvan minden, van árajánlatunk is, és ahogy a képviselő asszony is mondta, ugye csak hogy az éveket, mert megnéztem előtte egészen pontosan, tehát ugye 2022 évben kellett volna ennek megvalósulnia, és a akkori soron biztosított fedezet, mivel a tervezés költségeit arról fizettük ki, nem volt elegendő erre, ezért 2022-ben a közgyűlés az erre szánt összeget átcsoportosította egy másik körzetben megvalósuló beruházásra, illetve a fennmaradó összegeket 2022. októberében ugye született egy közgyűlési döntés, ami az energiaválságra való tekintettel közel, ha jól emlékszem, 140 millió forint fejlesztési keretet kvázi zárolt, és akkor a következő évre kerültek át. Így az idei évben ez már nem szerepelt önálló soron, mert az erre szánt kereteket elvitte más beruházás. Tehát itt ezt, amennyiben az a döntés születik, hogy biztosítja, hogy az indikatív árajánlat alapján, ami beérkezett, ez 9.580.000 forint, ha jól emlékszem, tehát bruttó 9.600.000 forint volt. Tehát amennyiben ez biztosítva lesz, akkor meg tudjuk rendelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hozzászólások elfogytak. Megadnám a szót a képviselőindítványt beadó Boda Bánk László képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt közgyűlés, én azért egy kicsit értetlenkedve, egyrészt örülök neki, hogy nagyon hamar meg tud valósulni és meg tud oldódni a probléma. De miért nem csináltuk meg? Tehát azért, mint a Közbiztonsági Bizottságnak az elnöke, én szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy vannak bizonyos dolgok, amik nem opciók. Tehát az, amikor arról van szó, hogy a Tatabány városának a legforgalmasabb útján, és ezt ne úgy képzeljék el, hogy a Babér utcánál nem lehet átjutni, a Szőlődomb utcán, ami szintén egy forgalmas kereszteződés, nincsen gyalogátkelő hely a Búzavirág utcán, sőt, az ipari park felé, ha elindulunk, nagyon sokáig nincsen. Egyetlen egy átkelési lehetőség van, védett útvonalon, az pedig lenne ugye a kenyérgyárnál lévő kereszteződés. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan problémakör, amit bármelyik képviselőnek, vagy bármelyik városi döntéshozónak észre kell venni, és cselekednünk kell. Tehát főleg abban az esetben, amikor ilyen ütemben bővül akár a Babér utcai lakásoknak a száma. Nem lehet emellett elmenni, hogy majd elkészül valamikor. Úgyhogy én arra szeretném felhívni a figyelmet zárszóban, hogy amint elkészült a Babér utcai gyalogátkelőhely, akkor rögtön kezdjünk el tervezést és intézkedést, és mielőtt még jegyző úr, nekem esne a jegyző úr, lehet, hogy arra is van terv, bár akkor nem tudom, hogy miért nem valósult meg az is. Tehát akkor a Szőlődomb utcánál is rendezni kell ugyanezeket a problémákat, hiszen hogyha gyalogosan akar átjutni, vagy hazajutni valaki az ipari parkból, szinte lehetetlen. Még akkor is, hogyha egy közeli helyen lakik, akár a Szőlődomb utcának mondjuk a ipari park felé lévő részén. Tehát én azért mondom, hogy ezekre a problémákra oda kell figyelnünk, és vannak dolgok, amik nem halasztható kérdések, hanem kötelességünk. Köszönöm szépen. És remélem, hogy a tisztelt képviselőtársaim támogatni fogják az előterjesztést. Köszönöm szépen. Kérném szépen akkor a határozati javaslatot felolvasni a jegyzőasszony által. Itt van egy kiegészítő módosító határozati javaslat, azt kérem. Tatabánya megyejogú város önkormányzata közgyűlése úgy dönt, hogy a Búzavirág utcai gyalogátkelőhely kivitelezése a rendelkezésre álló tervek alapján induljon el. Tekintettel a magas közlekedés biztonsági kockázatra a kivitelezés azon részét, ami a védett gyalogos útvonalat biztosítja az úttesten át, útburkolati jelek, jelzőtáblák kivitelezését a lehető legrövidebb idő alatt el kell kezdeni. A kivitelezés forrását a 2024 évi költségvetésben biztosítja. Határidő 2024. február 15. felelős Szűsnyoposztovics Ilona polgármester, városüzemeltetési iroda. Kérem, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, igennel szavazzon. Igen, köszönöm, egyhangulag megszavazásra került. Következő napirendi pontunk.